Na, lejövünk, megnézzük, hogy mennyit apadt a víz. Igazából már voltam lent, meglazítottam a kötelet, mert ilyenkor képes elszakítani a stég, hogyha nehezebb, ez mondjuk könnyű stég. Oda fogom föltenni a deszkára. Hát remélem nem esek el, mert a levél úgy csúszik, mint az állat. Tehát muszáj lemennem. Nyomjatok esetleg egy lájkot a videóra. Hát igen, ez is a Tisza. Tehát ez is a Tisza, nincs mese. De mondjuk egy panelba se tudsz mit csinálni esőbe. Tehát ez is a Tisza. Ugye itt látszik, hogy majdnem másfél métert csökkent a víz állás, a vízszint. Most le se hajolok, mert de csak le kell. Egy, nem sokat rakom be, mert a szél, ha csavarja a stéget, csak ennyit. Mindig csak ennyit, majd lejövök még később. A szél, ha csavarja a stéget, jön egy déli vagy egy északi vihar, mond vihar záport is, akkor jobb, ha nincs nagyon, ú, de csúszik. Hát most biztos beleesek. Fel kell vinni az etetőanyagot, mert még idén tervezünk pontyozást. Ú, de csúszik ez a vizes deszka. Korcsolyázva. Fölfele könnyebb menni, mint lefele, mert ha most megindulok, akkor biztos beleesek. Föl kell vinni az etetőanyagot, mert lehagytam. Úgyhogy még akarok fogni pontyot. Ennyi víz esett. Vödör mindig megmutatja, körülbelül másfél centi eső esett. Úgyhogy ha esetleg elállna, lehet, hogy megpróbálnám a süllőt, mert látszik azért a víz színén. Átláthatóságát még megnézzük. Majd mindjárt fel is töltöm. Tehát olyan 10 centiért látszik a levélen. Hát még annyi sincs. Hát a vizes a seprű, de hülye vagyok, hogy gyakorlatilag teljes harcsás a víz. Úgyhogy még a hőmérséklete olyan 15 fokos. Hát aki már nem akar télen horgászni, látszik, kabátba vagyok. Aki nem akar télen horgászni, az már ilyenkor ki szokta apasztani a stéget, felhúzgálja a csónakot, de úgy néz ki, hogy decemberig nem lesz mínusz, tehát még a novembert kint tudom tölteni, és akkor megpróbálunk még decemberbe pontyot fogni. Sötét színű etetőanyag kell, fekete. Hát a áfonyás volt tavaly a legjobb, majd meglátjuk. Úgyhogy teljes harcsás a víz, teljes harcsás. Mint teljes kávé. Teljes kávé. Úgyhogy. És ennyit. Jött vissza. Ja, ott volt. Mennyi ez? Másfél méter tapadt. Másfél méter tapadt, és na, majd most esek bele. De az etetőanyagot viszem már. Ezért jöttem le. Csak mondom, akkor már fejemre teszem a kamerát. Úgyhogy laza a kötél, egy picit tud csúszni. Meredeken van, ki nem apad. Nagy csónak nem tartja föl, másik nagy csónak nem tartja föl. Laza a kötél. De azért annyira nem, hogy. Tehát tud helyezkedni egy kicsit. Ez a lényeg a stégnél. Hát ki kellett volna apasztani ennél a nagy vízállásnál, de mondom, még decemberben akarok pontyot fogni. A fákat még nem csípte meg a fagy, tiszta zöld minden, teljes tavaszi hangulat, a vízszíne is, teljes kávés. Szerintem ebbe az esőbe fogok tudni szedni gilisztát, és meg még lehet, hogy harcsa is lesz idén. Meg kell próbálni. Bucó az biztos lesz, az még mozdul, mennyhal is esetleg. Harcsa, süllő, de még szeretnék pontyot is fogni.
aktuális harcsa helyzet jelentés volt. Hát, aki meg tud állni a parton, illetve lemer menni a sárba, az dobjon be gilisztával is.